Milosavljević kereskedelmi miniszter szerint az áramnak 2011 folyamán maximum 10%-kal kellene drágulnia. Függetlenül attól, hogy gazdaságilag nehéz perióduson halad át az ország, reálisnak kell lenni. Ennek az energiahordozónak az ára nem egyenlíthető ki egy-két drágítással az úgynevezett gazdasági árral. A villanygazdaságnak inkább nagyobb energiát kellene fektetni a több milliárd dinárra rúgó kínlevőségek megfizettetésére, fűzte hozzá Milosavljević. Petás Kundrics energetikai miniszter szerint az áramárát folyamatosan több éven keresztül kellene emelni, míg végül is összehangolnák a térségben érvényes árakkal, melyek a kimutatások szerint 60%-kal magasabbak, mint Szerbiában. Az árkorrekcióra szükség van, mert enélkül nem fejleszthető ez az ágazat, fűzte hozzá a miniszter.